illetve a törvényalkotás más szintjei felé, a rezsim folytatására. Én fölhívom majd a figyelmet, hogy 66 napunk van az országgyűlési választásokig, és ha azt szeretnénk, hogy folytatódjon a rezsicsökkentés, meg tudjuk tartani ennek eredményeit, akkor most mi is támogatókat kérünk, várunk. Egyébként ebben a választókörzetben, ahol 127 település van, több mint 5000 ilyen aktivistán segítőnk van már, és bízunk abban, hogy ezen a fórumon is csatlakoznak többen is a magyar csapatba. Nyilván kell szólnunk itt a tágabb környezetről is, tehát nem csupán a rezsiproblémáról. Milyen világban történik meg ez a csökkentés? Hadd menjek jó távolra, és Európát nézzük. Európában válság van, ez a válság részben pénzügyi és gazdasági válság, részben pedig társadalmi. És a súlyosabb és a hosszabban tartó az a társadalmi válság, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió jelenlegi vezetőinek egy része egy más világot kíván építeni, mint amit mi. Mi az alapító atyáknak a szellemében képzeljük el Európát.